A 20. őszi helyi termékünnep péntek délután vette kezdetét díjátadóval, az 5. térségi nagy kocintással és a kecskeméti városi fúvószenekar fellépésével. Szombaton azután egész nap várta az érdeklődőket a kistermelői vásár kézműves portékáival és finomságaival. A gyerekeket a tér a térben ötletes játékok, többek között tökfaragás és a piros lábasos nosztalgia játék várta. Hamzáné lakó Judit, az Aranyhamok Kistérség Fejlesztési Egyesület titkára elmondta, hogy a fesztivál egyik célja, hogy a helyi termelőket segítse. Nekik azért nagyon nehéz fönnmaradni, és tényleg szerintem nagyon-nagyon segíteni kell őket, és itt a Tanyai Termékpiac is csütörtökönként tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy a helyi termelőknek a termékeit vásároljuk. Én azt gondolom, hogy a maga a vásárló jól jár, hogyha őket választja, hiszen egészséges, minőségi termékekről van szó, amely a régi ízeket hozza vissza. Déltől az Univer Predex ZRT jóvoltából jótékonysági gulyásebéddel várták az embereket. A bevételt a Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkája segítő 2018-ban létrejött Kecskeméti Noéma Alapítvány részére gyűjtve. A szakszolgálat Kecskeméti tagintézményének vezetője, Nagyné Seres Mária kérdésünkre elmondta, hogy a bevételt intelligencia tesztek vásárlására fogják fordítani. Intelligencia tesztekkel mérjük a gyerekeknek az intelligenciáját, és ugye ehhez képest nézzük meg, hogy azok a képességek, az iskolai teljesítmény az mondjuk megfelele az intelligenciájának, és akkor ezek a tesztek, ezek 4-500 ezer forint értékben kell elképzelni egy ilyen tesztbatériát, és ezek nagyon, tehát hogy mondjam, sok kell belőle, meg elhasználódnak, és ezeket pótolni kell folyamatosan. A híres forrás Szökőkútnál felállított kis színpadon délután Szénási Pál és Anna, a Piros Sapkások zenekar, a Borlabor, a Kodály Zoltán vegyeskar és a TBX Band lépett a közönség elé.